Szia, köszöntelek! Egy közérdekű információval jelentkezem. A webáruházam kibővült a régebbi videókkal is, ez sokak kérése is volt. A galaktikus történelem videóim, amelyek az órák keretén belül történtek eddig kiírásra, megrendelésre, ezek újra kaphatók a webáruházban, illetve régebbi 6x20-as modulok, amelyek még régebben 7x20-as modulok voltak. 2019-ben egy modul kapható, 2019-ből 2020, 2021 és 2022-es videók is rendelhetők a webáruházból, illetve az órák is. Sokan kérdeztétek tőlem, hogy a galaktikus történelem hol kapható, hogyan lehet hozzájutni, eddig az adminisztrációmat nem annyira tudtam úgy alakítani, hogy a régebbi videókat is könnyűszerrel el tudjam nektek küldeni, de most kitaláltam egy új rendszert, úgyhogy akit érdekelnek a régebbi videók, megrendelheti a webáruházból. És van egy nagyon fontos változás a rendelésekkel kapcsolatban, pontosabban az utalással kapcsolatban. A rendelés menete ugyanúgy zajlik, tehát aki rendel a webáruházamból, menjen fel a www.playasien.hu oldalra ugyanúgy, ugyanott megtalálja a webáruházat, ugyanaz minden, ugyanúgy adja le, kérem, használja a webáruházát, tehát adja le a rendelését. Erről kap egy no reply e-mailt, amire nem kell válaszolni, és nem is lehet válaszolni. Az abban szereplő információkat kérem, hogy alaposan és végig olvassa el mindenki. Viszont a változás az, hogy az banki utalásnál a közleménybe innentől kérem, hogy ne a no reply e-mailben megkapott megrendelés számot írják be, hanem azt a kódot, ami a webáruházban a megrendelendő tétel előtt szerepel. Láthattok most már kódokat a webáruházban, például az órák tekintetében, hogy O1, O2, az előadások tekintetében E1-től egészen felfelé, és a 6x20 tekintetében pedig H betűvel kezdődően. Jó? Tehát a kódokat, amit megrendelsz, hogyha egy tételt rendelsz, akkor annak az egy kódját, értelemszerűen, hogyha több tételt rendelsz, akkor vesszővel elválasztva mindegyiknek a kódját, kérem szépen beírni a banki utalásnál a közlemény rovatba. Most itt az utalásokról van szó. A banki utalás közlemény rovatába, akkor is, hogyha netbankból utalsz, és akkor is, hogyha személyesen mész be a bankba, akkor is van egy közlemény rovat. Mást innentől a közlemény rovatba nem kérek beírni, pontosabban még az e-mail címedet is. Viszont a kód és az e-mail cím. Viszont az a kifejezetten nagy kérésem, hogy a banki utalásnál, akárha netbankból utalsz, akkor mindig van egy ilyen lenyitható kis rubrika, a partnerek közti egyedi azonosító, ez a neve. Lehet, hogy más bankoknál más neve, ez partnerek közötti egyedi azonosítónak hívják. Ha tudod, és látod ezt a rubrikát, akkor kérem szépen oda beírni azt az e-mail címet, amire szeretnéd, hogy a megrendelésedet elküldjem. A közlemény rovatba pedig a kódot. Én úgy gondolom, hogy aki személyesen megy be a bankba, vagy a netbankban is megtalálható minden banknál, ez a partnerek közötti egyedi azonosító rubrika, ez egy üres kis hely. Vagy valami más üres helyre írd be az e-mail címedet, lehetőleg ne oda, ahova a kódot a közleménybe. Ha viszont valami miatt egyáltalán nem látsz ilyen üres rubrikát, vagy partnerek közti egyedi azonosítót, akkor írd be ugyanúgy a közleménybe, a kód mellé, a kódok után, vagy a kód után az e-mail címedet. A közleményben én semmi más nem kérek ezentúl, sem a megrendelés számot, sem a nevedet, hogy ki a megrendelő, nem érdekes, mert azt én úgy is látom, amikor leadod a webáruházi rendelést a banki közleménybe, tehát csak és kizárólag a kódot írd be, és az e-mail címedet. Az e-mail címedet csak akkor, abban az esetben, ha nem találod meg valamilyen oknál fogva az üres másik rubrikát, a partnerek közti egyedi azonosítót a netbankodban, de szerintem megtalálod, így arra szeretnélek kérni, hogyha megvan az az üres másik rubrika, kis négyzetecske vagy téglalap, odaírd be az e-mail címedet, ki fog férni bőven,
és a közleményben is bőven kiférnek a kódok. Hogyha az órákat vagy a 6x20-at nagyobb tételben rendeled, és mondjuk tól-ig megrendeled mondjuk a 2020 októberi 6x20-akat, a 2020 októbertől mondjuk 2021 januárjáig, tehát egy ilyen tólig sávot, akkor pedig értelemszerűen, logikusan a tólig kódszámokat írd be, hogy mondjuk O1-től rendeled az O9-ig. Mivel logikusan van felszámozva, bekódolva, én ebből tudni fogom. Azt hiszem, hogy más információ nincs, illetve még annyi, hogyha valami extrém nagy tételt rendelsz, mert volt olyan, aki extrém sokat szeretett volna rendelni, az írjon a pleasiem111@gmail.com-ra. De minden más esetben kérem beírni a kódot a közlemény rovatba. A hírlevél feliratkozás új lesz, tehát újra fel kell iratkozni annak, aki eddig feliratkozott, mert lesz egy másik hírlevél küldő rendszer, és a weboldalam kezdőlapján lesz majd ott egy olyan gomb, amivel fel lehet iratkozni a hírlevélre. Tehát aki már fel volt iratkozva, azt is kérem, hogy majd arra iratkozzon fel. Még nincs fenn ez a gomb, hamarosan gondoskodom róla, hogy fent legyen a weboldalam a pleasiem.hu kezdőlapján. Köszönöm a figyelmet, fényes estét, szia!